Legendás focisták és a hétköznapok csodái egy jó kávé mellett Rovaldina kiállítása a Külvárosi Kávéházban. A hétköznapok csodáit láttatja képeivel Rovaldina festőművész, akinek május 18-án nyílt kiállítása a Külvárosi Kávéházban. Olyan pillanatokat, jelenségeket örökít meg a vásznon, melyek mellett általában elrohanunk a mindennapok hajtásában. Mindez egy patinás helyen, egy szép újpesti kávézóban, amelynek fényét a szegedi festőnő portréival, tájképeivel, csendéleteivel emeli. A kiállításra a művésznő megfestette két híres focista, az újpesti Dunai Antal és a fradista Rákosi Gyula portréját. A megnyitón a két futballlegenda is megjelent. A Külvárosi Kávéház tulajdonosa, a fradi és a válogatott egykori sztárja, az Újpesten született Lisztes Krisztián elmondta, a két kép a futballbarátság szimbóluma, és örömét fejezi ki, hogy Rovaldina festményeinek helyet adhat a Külvárosi Kávéház. A kiállítást kollégánk Juhász Mátyás nyitotta meg, és nyár végéig látható a kávéházban.